A tekepályán vártuk be szombat délután a római bajnoki meccsről hazatérő játékosokat. Sajnos rossz hírrel érkeztek. Most sajnos 6-2-re kikaptunk, de már bizakodó jelek mutatkoznak, hogy elég szoros volt a játék, és bízunk benne a továbbiakban, hogy azért majd jobb is lesz. A hátralévő fordulókban még legalább 2 győzelemre szüksége lesz a csapatnak a bennmaradáshoz. A Novi Sadi Vojvodinát, valamint a törökbecsei Jedinstvót nagyon jó lenne, ha megbírnánk verni, van is rá esély, hogy megverjük, és akkor talán bízunk benne, hogy bent maradunk a ligába. De azért mindenféleképp azon leszünk, hogy a vidéki meccseket is minél szorosabbá is, ahol csak bírunk, pontokat hozzunk el, mert az is nagyon lényeges lenne. Az országos bajnoki titulus és a világkupán való részvétel után a klubot most az a veszély fenyegeti, hogy visszaesik a harmadosztályba. Ennek több mint valószínű, nem hogy több mint valószínű, hanem a pénz az oka, ugye, mert tudjuk, hogy mikor szuperligás volt a Kanizsa, akkor hát igen sok vidéki játékos ide lett hozva, akik minőségi játékosok voltak most, úgyhogy, de ahogy elfogyott a pénz, ők elmentek, mert maradtunk mi kanizsaiak, most is van 2-3 vidéki játékosunk, jó képességűek, most kezdünk már nagyon jó összeszokni velük, úgyhogy bízunk benne, hogy megmentsük ezt a ligát még a kanizsai sportnak. Ha összerázódik ez a csapat, a jövő szezonban már indulhatunk egy olyan csapattal, hogyha megmarad a csapat, meg természetesen kellenek új fiatal játékosok, vannak itt köztünk kanizsaiak, akik már jó játékosok, csak még a rutinjuk hiányzik, ők hogyha főfejlődnének, akkor már talán kacsingathatnánk ott az első 2-3 hely megszerzésére jövő évi szezonban. A csapat rangidős és egyben legtapasztaltabb tagja a tekesport iskolai népszerűsítésében látja az újbóli felemelkedés talán egyetlen lehetőségét. Ha egy kicsit nagyobb propagandát, meg ez az iskolás fiúkat is elhoznánk ide, és akkor egy-két alkalommal megmutatnánk, én bízok benne, hogy azért a kanizsai tekesport azért saját játékosokból is föl tudna építeni egy olyan csapatot, aki helytállna, hát ha nem is a szuperligába, de legalább a szerbiai első vajdasági ligába helyt bírnánk állni. Mi szeretnénk a legjobban, hogyha csak kanizsaiak lennének, de hát sajnos még egyelőre ezt a ligát így nem bírjuk megőrizni, tehát muszáj, hogy vidéki játékosok is jöjjenek. Ennek az ízig-vérig sportembernek egyelőre esze ágában sincs felhagyni kedvenc sportjával. Hát én nagyon szeretném még egy pár évig tekézni, de hát ugye ez az egészségemtől fogom figyelni. Én vagyok a példa rá, hogy ezt a tekesportot szinte 15-6 éves kortól 60-ennyihány éves korig lehet versenyszerűen is űzni. Ugye én már 62 éves vagyok, hát itt vagyok, hát most. Ahogyan azt a vezetőség egyik legagilisabb tagja mondja, a pénzhiány ellenére a klub alapműködéséhez adottak a feltételek. Az alapvető feltételek megvannak, köszönhetően ugye a kanizsai önkormányzatnak, szóval az alap anyagiakat megkapjuk, biztosítva van a teremben a fűtés, villany. Hát ezen fölül kapunk járművet, ha megyünk mérkőzésre, és körülbelül ez lenne, amit bírunk kapni támogatást. Hát most önköltségből, ami ugye a pálya fenntartásából, meg ami a pályadíjakból összejön pénz, ezeket használjuk fel ugye a felszerelés, vagy esetleg a pályán, amit újításokra, ilyen lapeszközökre kell. Hát sajnos szponzorok, támogatók nincsenek, ugye már jó pár éve, úgyhogy ezekből a kis keretékből próbálunk gazdálkodni, amennyire sikeres. A nagyobb támogatók visszalépése érzékenyen érintette a klubot. Többek között ez az egyik oka, hogy a klubban sem női, sem ifjúsági csapat nem működik, bár más is közel játszik. Nincs, sajnos kevés az érdeklődő is. A másik helyzeti, hogy nincs anyagi helyzetünk. Esetleg bírunk foglalkozni fiatalokkal, de ilyen amatőr szinten, vagy a nagy csapatba regisztrálni őket, mint cserejátékosok, de külön ilyenre nincs. Kellene gondolkozni az utánpótláson is, de ezt, ahogy az előbb a Barlog is mondta, csak az iskolákkal közösen, vagy esetleg valami közös programot az önkormányzattal, vagy a sportszövetséggel indítani, hogy kicsit a gyerekeket kimozdítani, hogy megismerjék
végül is ezt a sportot. A klubnak mintegy 30 regisztrált versenyzője van, de csak 10-12-en edzenek és játszanak rendszeresen. A vállalati bajnokságokon ugyan sokan tekéznek, de korban már nem érdekeltek az aktív tekézésben. A nehézségek ellenére a klub az idén is szeretné megtartani hagyományos versenyeit, közöttük a nemzetközi Tisza kupát is. Tisza kupát ugye, ami ötször már meg lett szervezve, az idén májusra van tervezve. Hát most pillanatnyilag úgy áll a helyzet, hogy meg lesz tartva. Most bízunk benne, hogy annyi támogatást kapunk, pályázatot írtunk, hogy annyi pénzt kapunk, hogy megbírjuk tartani. Ha egy kicsit szűkebb keretek közt is, szóval hogy arra gondolok, hogy nem kétnapos lesz a verseny, hanem egynapos, meg esetleg nem lesz a részvevőknek biztosítva ugye alvás, de gondolom, hogy meg lesz tartva. Barátságos mérkőzések szoktak lenni, így amit elbírunk intézni az Országos Tekeszövetségben, gyerekeknek egyéni bajnokságok, ez az még lehet. Nemzetközi mérkőzések sajnos nem lehetnek, mert nincs meg a nemzetközi attesztunk, amit kellene egy-két dolgot megcsinálni még a pályán, és elég drága. A játékosok mellett a klubvezető is bízik a kiesés elkerülésében. Bízunk benne, ez költségileg is nekünk megfelel. Hát bízunk benne, hogy már őszre bírunk hozni fiatal játékosokat, és egy kicsit foglalkozni velük. A 2002-ben épült négysávos automata tekepálya még mindig szélesebb régiónk egyik legjobb pályájának számít. Jobb szervezéssel, komolyabb törődéssel és valamivel nagyobb támogatással rövid időn belül el lehetne érni, hogy, amint az nem régiben is volt, a kanizsa tekézői is a környék legjobbjainak számítsanak.